ki, hogy a vetéshez nem ideális körülmények a legfontosabbak. Egyetlen egy példát hadd mondjak ehhez, szintén ebből a korszakból gondoljatok Ábrahám és Lót történetére. Lótnak felett ajánlva, hogy melyik részt választ, ugye Lót választotta az ideális körülményeket, nézzétek meg, hogy az ideális körülményből mi lett. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy a világ akkori legszebb és legcsodálatosabb városában élt, de az, amit Lót választott, az pusztulásra volt ítélve. És amit pedig Ábrahám választott. Ezért ezt, ezt, nagyon fontos, hogy beleengedjük a, beleengedjük a, 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 szívünkbe, mert e, Igazándiból a másik problémánk még az, ugye, a, hogy általában az ideális körülményt azért szoktuk választani, mert nagyon hamar szeretnénk aratni. De szeretném nektek elmondani, hogy az aratáshoz idő kell. Az aratás az nem olyan, hogy letérdelsz a kukoricamag mellé, és könyörögsz hogy léci, 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 tíz nap alatt léci, ez kevés. Tehát az aratáshoz idő kell, és van még egy érdekes dolog az aratással kapcsolatban, csak a zsidó levélre gondoljatok, zsidó levél 11. részére, azok, akik tényleg betöltötték, nem a körülményektől, azért lettek hithőseim, nem a körülményektől függően élték meg az Istennel való kapcsolatukat, a nagy része az aratás nem is ebben a földi életben Maradta, hanem pontosan ezt mondja a Zsidó levél 11. Rész, azt mondja, hogy abban, amiben hittek, ami mellett kitartottak, azt nem látták meg itt az életükben. Ábrám az ígéreteinek, uh, hát egy kezdeményt látott meg az ígéreteiből Izsákot. De ugye, amilyen nehezen lett meg Izsák, szóval Ábrám az elég bizonytalan volt, hogy na, eb, hát ha Izsák is így fogja csinálni, és ha megnézitek, Izsáknál se eresztették. Még egy jó keresztény család se lett belőle három gyerekkel, vagy négygel. Szóval, szóval ez egy, ez egy más, más szemlélet, nem véletlenül mondja az ige, és ami nekem a legjobban fáj, és ami a kereszténységet levitte a Földre békába, hogy keresztényként mi ebben a földi életben akarjuk megélni kizárólagosan és csak, és örökké az Istennel való kapcsolatunkat. És nem kalkuláljuk be, hogy ennek a földi létezésnek ez egy állomás. Ez egy pár kút az életünkből, és utána innen, innen távozunk. Egészen más lenne a hétköznapunk és az arcunk, hogyha, mert ha azzal, aki, ahol abbahagytam az előző szakaszban, hogyha találkozol Jézus Krisztussal, akkor utána ő, azt mondja, ő mondta azt, hogy az én országom nem-e világból való, akkor megértjük mi is azt, hogy nem ebben a világban. Figyeljétek, nagyon durva dolgokat mond, megérne egyszer erről külön egy hétvégét beszélni, hogy azt mondja az Isten, hogy aki ebben a földi életben reménykedik, az mindennél nyomorultabb. Ugye mi nagyon erős szavaknak ítéljük, ma már nem szeretünk ilyen erős szavakat használni, de ezeket maga Isten használja, azt mondja, hogy aki ebben, csak ebben reménykedik, az minden embernél nyomorultabb. Az egy nyomorult állapot. És ezért, tesőreim, amikor itt, itt, itt látom, hogy itt, már lassan mindenki vitatkozik mindenkivel, mindenki védi a mundér becsületét, itt pénzek, lopások, szóval az egyház olyan már, mint egy bűnbanda, mint egy maffia, de, 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 szeretném elmondani, hogy erről próbáljátok meg levenni a szemeteket olyan szempontból, hogy téged az kell, hogy érdekeljen, hogy találkoztál a -e személyesen Istennel. Ebből az egész katyhaszból, Neked ezt le kell szűrnöd, hogy megtörtént -e ez a találkozás, és ezt minden embernek meg kell, hogy tegye, hogy volt-e valóságos. Ha, ha érzel a hétköznapjaidban az életed, hogy még mindig a körülményektől teszed függővé, tehát hallok ilyet, ha az Isten nem gyógyítta meg a gyerekemet, akkor nem hiszek az Istenbe. Én mindent értek emberileg, hogy egy szülő szeretné, hogyha meggyógyuljon a gyerek. Én mindent értek. De valahol el kell jutnunk odáig, mint Sidrák, Misák, a Sabednég, hogy ha megment, megment, akkor is ő az Isten, ha nem ment meg, nem ment meg akkor is ő az Isten. És amikor, ha azt mondom, hogy nem ment meg, azt is ugyanolyan lelkesedéssel kell kimondjam, mert ugye ezek a srácok ott a kemencében nem azt mondták, hogy ha megment, már pedig megment, dicsőség az úrnak, és akkor mikor azt mondja, hát ha meg nem ment meg, akkor meg. Szóval nem így mondták, azt ugyanúgy belenéztek a király szemébe, és azt mondták, hogy ha nem ment meg király, akkor is ő az Isten. De király ezen döbbent meg, nem az volt a megdöbbentő, hogy milyen fokú volt a kemence, hogy mindig ezeket keresik, hogy hű, meleg volt, persze. Nem ez a lényeg, hanem az a jellem változás, amit ezek az emberek ott átéltek, hogy ezek nem probléma. Figyeljetek, ott már nem a körülmény, ott már benne voltak a probléma kellős közepébe. És a probléma kellős közepébe a következőt mondtak. Ezért a hittel kapcsolatos fogalmainkat teljesen át kell gondolni és át kell rendezni. Különösen akik olyan gyülekezetből jöttek, mint a hit gyülekezete. Most ez egy szörnyű szójáték, de, de érdemes hogy méltók legyünk a, a nevünkhöz. Mert a hit az egy, a hit egy, nagyon, nagyon kellendő dolog, de nem arra, amire, nem arra adta Isten, amire, amire bizony, bizony mi használjuk. Ugye, ha megnézitek a maggal kapcsolatban, még csak kihagytam pár dolgot, ugye elmondja itt a maggal kapcsolatban a mustármagnak a példáját, ugye a kovásznak a példáját, aztán a Márk 4-ben a magától növő magnak a példázatát. Szóval ez mind azt jelenti, hogy a dolgok belülről jönnek kifelé. Tesvereim, a mai egyház kívülről akar építkezni befelé. Soha nem fog működni, és soha nem is működött. A dolgok belülről indulnak kifelé. Azért bukik meg ma minden mutatvány, mert kívülről építkezünk befelé. Mutatjuk kifelé, és onnan akarjuk. Ugye megépítettünk mindent, megcsináltuk a külsőt, és most szeretnénk a belsőt megcsinálni. Nem fog menni mert belülről kell jönni kifelé, tehát belülről építkezik az ember, belülről építkezik az ember kifelé. És az ilyen fazonok, mint az izsák, akik le tudnak ülni egy kút mellé, egy forrás mellé, és tudnak várni, és tudnak hallgatni, ugye miért nem, nem ment ez, miért, miért nem, nősült meg ez 40 éves koráig, csak egy kicsit emberit is hadd mondjak. Azért, mert rossz családi háttérből számazott, kézzétek, hogy hogy álltak sorba a lányok izsák kezért. Ábrám volt az apja, az akkori OTP elnök vezérigazgatója volt az apja. Vagy az akkori gázszerelő. Én komoly családból származott. Hát úgy álltak sorba a lányok, mint a húzat. Mint a húzat úgy álltak sorba a lányok. És mégis 40 évesen ott áll, és, és a izé, de nem ment fel az internetre se, meg sehonnan nem, a vár, türelmesen, a hová ment? A forráshoz ment. A forráshoz ment. Ez egy, ez egy létkérdés, és én ezért én a szívemben ezért rohanok ezért ki nagyon sokszor, mert a vallásos rendszer nem csak az idődet lopja el, az a legkevesebb, hogy ellopta. Ez Azon ne bánkodj, ha a vallásos rendszer ellopott tőled pár évet, kellett ahhoz, aki ma vagy, de azon bánkodj, hogyha azt lopta el a vallásos rendszer tőled, hogy nem találkoztál Jézus Krisztussal, az egy visszafordíthatatlan folyamat. Tessérem, ezen a ponton kell megálljunk, bárki is vagy, bárki is vagyok, ezen a ponton meg kell álljunk. Hogyha nincs élő kapcsolatom az Istennel, nem szólít, ez nem az fog, hogy minden nap megnyílik az ég, én szerelmes Zoltánom, mit szeretnél, szóval nem dzsin az Isten, meg Óza nagy varázsló, ő az Isten. De nagyon fontos ehhez a személyes kapcsolat. Ugye ezt nem lehet elmondani, hogy milyen az, amikor találkoztál, de ugye lehet leszűrni, például elkezdett teremni a gyümölcsöket. Tudsz szeretni olyat, akit nem tudtál szeretni tudsz türelmes lenni, józan, szíves, hűséges. Tudjátok, ezek, ezek minden, ha elolvassátok a Szentlek gyümölcseit a Galata 5.22-ben, ma ez a kilenc dolog, ami föl van sorolva, ez megoldaná a világ összes problémáját. Ez a kilenc dolog, ami oda föl van sorolva. Mindegyiket megoldaná. Mindegyiket. Csak ez a kilenc dolog. És ha megnézitek, milyen hiány vagyunk ebbe a kilenc dologba, de még a legkevesebb, de ha az egyházakban megnézzük, mert mi mindig úgy csináltuk ezt, hogy a világra mutogattunk, hogy milyen hiány van a világ. De elsőre, én volt olyan időszak az életemben, hogy több szeretetet kaptam a világból, mint az egyházból. <laughs> Úgyhogy csak jelzem. Volt olyan időszak, amikor, amikor, amikor a segítség nem onnan jött, ahonnan kellett volna jöjjön, hanem teljesen ismeretlen emberektől jött. És ezt nem kritikaként mondom, csak ebből észre kell venni, hogy hiány vagyunk az Istennel való találkozásban. És ezért olyan pillanatok alatt megtanulunk vallásos formákat, adjátok össze, hogy hányféle módon zajlanak Isten tiszteletek ma a Földön, vagy csak kis hazánkban. És mégis a találkozás hiánya egy, 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 szörnyű dolog. Ezért, ezért a vallásos rendszer pontosan ezt lopja el tőled. Az a legkevesebb, hogy a pénzedet ellopja. Tudom, hogy az is szörnyű, meg az, hogy ki lesz millió most belőle. Higgyétek el, hogy ez csak, ez csak vihar a biliben. Jó dolog, oké, okay, derüljenek ki, de nem ez a legnagyobb probléma, hanem a vallásos rendszer az az Istennel való személyes kapcsolatot, mert ott az életben nem lesz arra igény, hogy te az Istennel személyesen találkozzál. Mert mindig addig jó, még nem találkozol, mert addig, addig, addig vagy vezethető és irányítható. A reformációt egyszerű emberek hajtották végre. Tudjátok mitől lett a reformáció reformáció? Attól lett a reformáció, hogy rájöttek az emberek, hogy az Isten nem ezt mondja. Ma megint reformációnak kell, hogy legyen, mert az Isten nem azt mondja, az Isten mást mond az emberről, más az elképzelése. És ezért, 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 érdemes ide visszamenni, ha valahová érdemes visszamenni, tudjátok, olyan, olyan megható, mikor 30-40 évet, én is én 35 évvel ezelőtt, 86 tájékán keveredtem egyáltalán az Istennel kapcsolatban, azelőtt én látni sem akartam őt, hála Istennek ő engem igen, ezért is tudtunk találkozni. De a lényeg az az, hogy úgy ment el 15 év az életemből, hogy ezzel kellett szembesüljek, hogy nem találkoztam az Istennel. Ezért hiszünk el mindent. Ezért, ezért adnak be nekünk mindent. Ezért, ezért, ha azt mondják, hogy hú, ma ez az igaz, akkor a holnap, a, akkor az. Ha a, amaz, amaz, mert nincs egy személyes találkozásunk, és, és amíg nincs meg ez a találkozás, addig nem tudunk elkezdeni. Egyáltalán nem tud, nem tud elindulni, a, nem tud elindulni a hitéletünk. Nem tud elindulni ezek a szakaszok, amikről ö, ma fogok beszélni. Ezért, ezért ma ne ezt a részt ragadjátok majd ki, hogy melyik kútnál lehetsz, hanem arról bizonyosodj meg, mert az Isten ezt akarja, hogy a személyes kapcsolatunk az meglegyen, és meg, a személyes kapcsolatunk az meglegyen, meg, meg az Istennel. Ezért ugye a lényektől nem szabad eltávoznunk. Ugye amikor mondja a Biblia, hogy a Babilon le fog lepleződni, és mi ez a Babilon, amit ma annyit hallasz, még talán én is sokat többet beszélek róla, mint kellene, de azért lényeges, mert engem nem az érdekel, hogy milyen rendszer van máshol, hanem az érdekel, hogyha az embereknek nem lesz az első forrásnál. Ugye az, a lakhájról az azt jelenti, hogy Isten néz engem. Isten lát, Isten néz. Tudjátok ma a kereszténységnek ez például egy nagy baja, hogy, hogy, hogy nincs tisztában az Istennel. Ilyenek vagyunk, Isten nem szeret. Hányszor lelki mélységben, mit mond a keresztény? Nem szeret az Isten. Nem hallgat meg az Isten. Nem tesz ilyet. De azért fontos a személyes találkozó, hogy megismert. Megismert. Az Isten néz, az Isten figyel, ez jelenti ez, jelenti ez, a, ez a forrás. Ugye. Tovább haladva, ugye miből lett Izsáknak reménysége és hitei, csak néhány dolgot fölírtam, nagyon fontos a jó példa. Testvéreim, létkérdés a példamutatás. Az igaz bizonyság életeket ment. De az igaz bizonság életeket ment. Életeket ment. A példa. Nagyon, hát figyeljetek, embereknek ki tudtuk tenni, én, én nem volt soha gyerekszobám, azért nem volt kinkön, mert biztos a modern talkingot kiraktam volna. Tehát ugye példaképeket rakosgattunk ki. A, a, én azért tudtam elkerülni, mert nem volt gyerekszobám. Nagy szobában laktunk nagyon sokan és ott hát mindenki kirakta volna a saját képét, érdekes lett volna az egyik szűzmáriát, a másik ezt, a harmadik azt, az egy vegyes szoba lett volna. De mindig csodálattal voltam, hogy embereknek, akiknek volt szobájuk, hogy kirakták a példaképeket. És, és, és nagyon, nagy, nagyon tudja befolyásolni az embernek az életét, hogy ezért óriási veszély, amikor fiatalokat keresztényként szülők ellen uszítanak, ne álljanak velük szóba, ne menjenek, kilövik alóluk a példamutatásnak a lehetőségét. Ábrám ott volt példaként Izsáknak. A példamutatás egy nagyon-nagyon fontos dolog, óriási felelősség. A gyereked nem azt fogja, meg, meg azt fogja amit mondasz neki. Ezt felejtsd el, amit lát. Amit mondasz neki, persze meghallgatja egy darabig. Aztán jön az a pillanat, amikor majd, ha már átélt akkor tudod, mikor meg se hallgatja. Nagy erőkkel megy, és távolodik tőled. Hanem amit csinálsz. Amit csinálsz azt, azt arra egy életen át fog, egy életen át fog, egy életen át fog emlékezni. És ezért fontos dolog a példamutatás, és ugye a példamutatás nem itt dől el, nem a pulpitusnál, vagy az Isten, szoktam mondani, hogy a te Isten tiszteleted nem itt kezdődik, amikor kimész majd azon az ajtó. Amikor visszamész a saját környezetedbe, ott dől el, hogy, hogy az ember Figyeljetek, mit mond, azt mondja, hogy olyan érdekes az evangelizáció, csak annyi minden jut eszembe, csak elkalandozok egy kicsit, aztán majd visszatérek, ha Isten is megsegít, de azt mondja, hogy a világ abból veszi észre. Figyeljetek, mi hogy értelmezzük az evangéliumot. Le kell nyomni a torkán. Figyelj, mit mond, a világ észreveszi. Tehát nem kell lenyomni a torkán, hanem észreveszi. Mit? Hát ha azt, amit kell, hogy észrevegy. Nem kell lenyomni a torkán, hogy na, ülj le, dereked most meg kell térni. Hány ilyen embert tettünk tönkre? Én magam is nem győztem az Istentől, bocsátott kérni. Akire emlékeztem, azt azóta megkerestem személyesen. Mert egyszerűen, és addig nem engedtük fölállni, Négyen, öten ostromoltuk, az a legszebb része, amikor ül a szerencsétlen, négyen körbeveszük, és akkor ezt mondja az Úr, azt mondja az Úr, hát persze, hogy megtér, hogy szabaduljon. Ott meg, 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 meg is keresztelkedik, ha akarod. Meg is házasodik, ott nyomba. Csak hagyd már békén. Azt mondja, hogy abból veszi észre a világ. Tehát ő is a példából, a, 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 példából veszi észre. Aztán nézzétek, az elmúlt hetek, hónapok, évek adnak példát bőven. Hát ebből nem fogják észrevenni, amit csinálunk most. Ami zajlik szinte minden szinten az egyház. Az egyház körül ma több botrány van, mint a világ körül szinte. Nehezebben, érzékenyebben veszik ezt az emberek. És utána meg kiállunk az Isten, kiállunk az utcára, és elmondjuk, hogy gyertek be hozzánk. Igen? Hát addig álljatok egy lábon. Ezért hogy történik ma az evangelizáció, hogy egymástól lopkodják az embereket? Gyülekezetek gyülekezetektől. Ide-oda, amúgy átcsoportosítás van. Logisztika. Ez a keresztény logisztika. De hát nem erről szól a Biblia, azt mondja, hogy a, a halottnak kéne feléb legyen. Mi logisztikázunk. Az egyik helyen bűnös volt, nem számít nálunk, jó lesz. Mennyien jönnétek? Tizen jönnétek? Ó, de jó, gyertek nyugodtan. Ah, mocskos volt az előző gyülekezet. Á, ah, de nem itt dől el az egész, hanem hogy van-e találkozás, van-e találkozás hiszen Istennel. Az apja jó példa volt, az Isten töltötte meg a, a, az idejét, ugye 1 Mózes 24, 62, 63, megtanult vele járni. Figyeljetek az Isten való találkozásnak, pont ez a lényeg, hogy megtanuljunk vele járni. A gyereknek mi az első, amit megtanul. Miért várjuk, mit várunk már nagyon, hogy megtanuljon. Enni tud. Az első pillantól kezdve tud járni. Járni. Kézedre. Ne nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Énok. Mitől lett énok? Egy szó, két szó. Istennel járt. A katolikus azt mondaná, azért mert katolikus volt. A reform, azért mert reform. Ne, pünkösdő Ne, baptista. Nem. Azért mert Istennel járt. Izsák, miért lett az az izsák? Azért mert Istennel járt. Te miért leszel az, aki leszel, vagy aki vagy, mert Istennel jársz? A többi az részletkérdés. Ma nagyon sajnálom például, hogy a fiataloknál az ismerkedésben az egyházak nem engedik ezt, ugye a világ használja ezt a szót, hogy járnak. Figyeljetek, járnak szót használja, nem fekszenek, járnak. Járnak. Ez miért jó ez a szó? Azért, mert ez kell ahhoz, hogy megismerjem a másikat. Ez egy ostobaság, hogy majd találkoztok egyébe kétszer az őszi meg a nyári keresztény táborban. A járás szó, ez pontosan egy jó dolog, hogy járok a másikkal, és megnézem, hogy hogy viselkedik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy legalább négy évszakot járjál egy emberrel. Hogy tudd meg, hogy hogy viselkedik. Melegben, hidegben, fagyban, napsütésben, és akkor abból tudsz levonni egy következtetést. De ha eltiltanak tőle, hogy videón nézheted, vagy még úgyse, vagy le van takarva a feje, vagy ott vannak még öten amikor akarsz vele beszélgetni, hát annál kínosabb nincs, nem? Ott ül keresztanyától, bérmakörözt anyádig, mindenki ott ül, te meg ott, ott járjál vele, és akkor tegyél fel őszinte kérdéseket. A járás, ez jó értelemben, ugye az Istennel hogy tanul meg, hogy egyből szentek leszünk, nem? Elkezdünk vele járni. Csak miért jó az Isten? Mert amikor óra esel, akkor mit áll? Akkor nem azt mondja, hogy óra estél, ott rúgok rajtad még, hanem fölemel, és ha megyünk tovább. Te neked mi a feladatod, hogy járjál. És amikor elestél, majd a kutaknál meglátjátok, mi volt a feladata Izsáknak. Ásson. De azt mondja, Izsák nem ások, persze ő nem mondta, ezt csak én mondanám, ha én rostás Izsák lennék, akkor azt mondanám, hogy nem ások, mert ez a mocsok elvette a kutamat, és verjük be a fejét, mert a és azt mondja, hogy ne foglalkozz, ássál. És ez az ember meg fogta, és csak ásott, ásott, ásott halomig, leásott, és egyszerűen semmi, nem foglalkozott semmivel. Figyelj, csak ez volt, ne néz hátra, ugye ezt az igét szeretjük mondani, az eke szarváról teszi a kezét, az ne nézzen hátra, amen, reggeli megvallás. És fogalmunk sincs, hogy mit mondunk. Hát pont ezt. Menjél! Mi a keskeny úttal a baj? Elemezni, hogy nagyon keskeny, picit keskeny, marhára keskeny, nem keskeny, fölborult, nincs is út, nem. Az, hogy keskeny, ezt tudod, és mi a feladatod a keskeny úton? Ne az, hogy elemez, hogy mennyit centire keskeny, hanem azon, hogy győződj meg, hogy rajta vagy-e, és mit csinálja az úttal kacsadba, járjál. Képzeld de az utakon mindenki megállna, most hol van. És mindenki állna az utakon, és nem mennének rajta az emberek, állnának. Voltak ilyen régi filmek, hogy itt csettintett, és megállította a világot. Milyen jó lenne néha mi? kizsebelni a másikat, ezt, azt, azt, szeretnénk ezt. De nem! Az út azért van, hogy menjél rajta. És ezért ez egy, ez egy fontos dolog volt, de ez, ez csak akkor kell, hogyha, ugye hogy tudok én menni a keskeny úton, miért keskeny az út, mert kapok hozzá idegenvezetőt. Ezért a személyes találkozó, azt tudjátok, életveszélyes a keskeny úton, azért esnek le az emberek a keskeny útról, mert nincs meg a találkozás Istennel. Nincs meg a találkozás Istennel. És ezért a lakhájrój forrástól indul uh, uh, indul ez az, egész, uh, ez az egész történet. Izsák távol maradt a virágtól, uh, ugye a vetésről beszéltem, hogy, hogy hidd el, hogy nem a, nem, a, uh, nem a kezedben van az erő, hanem a szádban van az erő. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a szádnak a hasznával elégszel meg. A beszéd egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Szóval úgy dolgozni, hogy megint eljöttem dolgozni, hogy mindenki szakadjon meg, aki ezt. Szóval, ilyen zsörtölődős emberek vagyunk mi ma. Így megyünk. Így csináljuk a dolgainkat. Nekem is sok minden nem tetszik, ki is fejezem néha, de nem élek ebben 24 órán keresztül, hogy most ür, ür. azért mondtam, hogy néha vegyétek viccesre az egészet. Vegyétek viccesre. Csináljatok magatoknak egy jó teraszt, ha nincs igazolványod, rajzolj egyet fénymásolj, és menj, <tesszük> de, 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 csak saját felhasználásra, tehát az otthoni teraszodon használd, így gondoltam. Főz egyet az asszony, az otthoni kaja, hidd el, hogy jobb, meg olcsóbb is, mint a mostani. Vegyétek ezt folyéra, mert, 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 mert aztán aki pedig beoltatja magát, az meg meggyőződéséből cselekedjen. Tehát hogy ne, legyen, ne legyen, ne, legyen, ebből megint ez, mindig ezt használják az ördög, mindig újabb háborús helyzeteket. Azt mondja az ige, hogy ha te ezt gondolod, ne kárhoztasd magadat benne. Ha másik más gondolja, ne kárhoztasd magad benne. Nem ez fog bennünket összekötni. Hát a mennyben nem az lesz, hogy jaj testvérek, Péter ott áll a kapuban, mert ugye mindig ő áll a kapuban, azt tudjuk. Igazolvány. Hiába mondod, hogy otthon hagytad. Ott már nincs antitest, bétatest, semmilyen test nincs, ott már vége a testnek. Nem ez lesz az alapja. De nem is szabad károsztatni se egymást, mert a károsztatással meg tönkreteszed a másiknak a, a, a meggyőződését. Nem egyforma állapotban vagyunk, és nem egyforma helyzetben vagyunk. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy az Istennel való találkozást semmiképpen ne hagyjátok ki, és soha, soha nem késő. Én amikor 15 év után újraindult a hitéletem, újraformáztam, akkor azt mondtam az Istennek, hogy, hogy tud, hogy ma miért vagyok olyan, amilyen vagyok, azért, mert azt mondtam az Istennek, hogy soha többet nem fogom a feketét fehérnek mondani, a fehéret meg feketének. Ez volt az alkunk alapja. Soha többet, senkinek a kedvéért. Tök mindegy, hogy mibe keveredek. Vagy milyen helyzetben nem vagyok hajlandó többet más mondani az igazságra, vagy a meggyőződésemre. És lehet, hogy a meggyőződésem hibás, ha hibás, akkor majd bocsánatot fogok kérni a meggyőződésemért. De akkor sem fogom rámondani a feketére, hogy fehér, a fehére meg, hogy fekete, másnak a kedvéért. Hanem rábízom magam az Istenre. Azok, akik Isten körül mozogtak három, három és fél évig, ott mozogtak körülötte, teljes meggyőződésre, látták minden nap, reggeltől estig együtt voltak. Nézzétek meg, komoly hibákat követtek el. Nem ezen múlott az Istennek való kapcsolatuk, mert elkövették a hibát, akkor tudták azt mondani, hogy, hogy menjünk tovább, hogy megyek veled tovább, veled járok. Ma mindenkivel járunk. Csak épp az, Isten, épp az Isten hiányzik ebből a körből. Ha sikerült az Istennel találkozzál, és megvan ez a találkozás, és túl vagy ezen a nehezen, akkor elindul a kutásás, de a kutásásnál szembe kell legyél egy problémával. 26. rész, 12. 14. vers. Következőt mondja az ige és gazdagá lett, volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgaada, és ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel, porral az eredeti fordításban. Abimélek ekkor így szólt Izsákhoz, menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi elment onnan Izsák, Gérár völgyébe, stb. stb. A másik dolog, amivel szembe kell nézzél, hogyha az Isten felé fordulsz és tényleg találkoztál vele, az az irítség. Az irítség végig fogja kísérni, kis dologtól a nagy dologig végig fogja kísérni az életedet. Nagyon sokszor a legközvetlenebb emberek lesznek rád irigyek. Az irítséggel, testvéreim, azzal hiába, ugye a démon listánkon rajta, hogy irítség szelleme elhagyott, elhagyod. ezt minél többször kimondtam, annál többet jött. Az irítséget így, hogy elhagyod, elmész belőle, itt semmi értelme nincsen. Az irítség egy olyan alap, alap hogy úgy benne van az emberben, hogy a másik buktatója az, hogy meg tudsz-e azzal. Ne felejtsetek el, János 16.2-ben a következőt mond, 16.2-ben János azt mondja, hogy a gyülekezetekből kirekesztenek benneteket. Miért rekeztenek ki benneteket? Majd meglátjátok, a hitbeli meggyőződésed miért rekesztenek ki. Ugyanaz lesz, mint Abiméleknél volt, hogy irigyek lesznek arra, amikor, tehát az emberek irigye, figyeltek, a, a farizeusok nem megtértek Jézushoz, hanem irigyek lettek arra, amit Jézus csinált. És figyeltek, a Máté Evangéliumban nagyon korán leírja, hogy a kezdettől fogva mire törekedtek, hogy megöljék. Hogy megöljék. Tehát a másik, amivel ahhoz, hogy kutat tudjál ásni, szembe kell nézni, hogy fel kell dolgoznod az irigységet fel kell dolgozni. Ez kicsi, és itt ugye mi mindig pénzben irítségre gondolunk. Itt nem erről fog szólni a történet. Egyszerűen, egyszerűen az irítség annyira annyira minden, minden, pillanatok alatt, figyelj, Izsák ott volt. Majd végén ugye, mikor már nagy ember lesz, és utána utána elmennek abimélekék, bocsátott kérni tőle, csak szeretném elmondani, hogy Ábrám életében ugyanez az abimélek már jelen volt. Volt a Pikola hadvezére, az is jelen volt. Tehát nagyon, nagyon hasonló a, 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 történet, és amikor elmennek, elmennek bocsánatot kérni, a végén, mikor már nagy lett, mikor már a tágas térek előtt, mikor már az utolsó útnál van, akkor azt mondják neki, hogy emlékszel rá, hogy milyen jó, milyen jó bántunk vele. És akkor mondja Izsák, hogy én egyáltalán nem örem. Én arra emlékszem, hogy ez a mind a húzat. Én erre emlékszem. Nem, nem, nem rosszul emlékszel. Mi nagyon jól bántunk veled. A másik dolog, amihoz, ahhoz, hogy tudjál haladni az életbe, az az, hogy az irítség, ugye az irítség az egy utánzás, versengés, vetekedés, féltékenység, amire kell figyelned kell, mert amikor belekapaszkodsz Istenbe, a gépezet beindul, a legnagyobb irigyed a sátán lesz, azért jár körbe, mint ordító oloszlán, hogy ha lehet, akkor az igazakat elnyelje, az embert elnyelje, miért? Mert irigy arra, de figyeljetek, kire irigy a sátán? Mindegyik keresztényre irigy, de hogy is tökéletesen érzi magát némely közösségben. Azokra irigy, akik találkoztak az Istennel, és képessé váltak az Istennel való együttműködésre. Azokra irigy. És kizárólag azokra irigy. Senki másra nem, nincs más. Azt mondja, hogy ha lehet, addig arra törekszik, ha lehet, még az igazakat is körbehúzza. És ezért ugye a másik dolog, amire oda kell figyelni, az az iricség, ez, ez, egy, ez egy megdöbbentő dolog, emlékszem rá, komoly vezető keresztények, emlékszem, amikor úgy kezdtem, kezdtem észhez térni már, és, és már nem egy felekezeti gondolkodásmód szerint mentem, szóval megdöbbentem, megdöbbentem rajta, a következőt mondta egyszer az egyik ember, azt mondja, hogy, hogy olyan vagyok, mint a macska, hogy se agyonütni, se megfogni nem lehet. He, he he revettünk egyet, arrébb mentem, és hazamentem, és akkor kezdek el rajta gondolkodni, hogy... Ó, mondom az öreg anyádat, agyon akarsz ütni? Ha mondom, megkeresem az igébe, hol van ez, hogy 11. parancsolat, üssük agyon. És nem értettem, hogy mi motiválja, mert nem voltunk anyagi összefüggésben, nem voltunk üzleti kapcsolatban, nem voltunk semmilyen kapcsolatban, nem voltunk. És lehet látni, hogy amikor találkozol az Istennel, akkor beindul egy iszonyatos nagy vallásos irítség egy iszonyatos nagy vallásos irítség. Mert azok az emberek, mert ugye minden embernek van egy döntés, hogy ő is döntést találkozik, vagy azt mondja, hogy nem, a tiédét elnyomja és bizonyítja a saját igazát. Tehát Pál erre hívta fel a figyelmet, hogy az egóval lesz a legnagyobb baj. Mert mindenki a saját igazát akarja bizonyítani. És ezért ugye Izsáknál megjelent ez, megjelent Józsefnél, megjelent Mózesnél. Hát nem tudtok olyat mondani a Bibliából, ahol nem jelent meg. Józsefnél értitek, Józsefre irigyek lettek, pedig az apja adta rá a Ott volt Mózes. Mózes levitte a nehezét, már kim volt mindenki a pusztából. Figyeljetek, ki lett rá a legirigyebb? A saját édes testvérei, Áron és Miriam. Mit mondott neki Áron és Miriam? Azt mondta neki Áron és Miriam, azt mondja, hogy ilyet, amit te veled csinálsz, Isten, ilyet mi is, ilyet mi velünk is tud csinálni. És figyeljetek, milyen Mózes, milyen Mózes, egy szóval nem mondta, hogy nem tud. Az Isten mondta nekik. Mózes elkezdett értük imádkozni, hogy ne bántsuk, ne bánt, könyörgöm, ne akasszuk fel. Azt az Isten, ezt muszáj jeleznem, hogy ez nem helyén való. És ez miatt ez lebénítja ma az embereket. Nagyon sokszor azért nem tudunk dönteni, azért nem tudunk, ez megjelenik az életünk minden területén, minden területén, a, minden területén az irítség. És ezért ugye kézértek el egy olyan embert, akinek az apja is áldott ember volt. Ezért, és ezért hívom fel a figyelmeteket, hogy nagyon jó lett volna, hogyha, hogyha úgy lett volna, hogy örök, figyeljetek, Izsák örökölt egy csomó pénzt, örökölt mindent, élhetett volna, mint Marci Hevesen. Mitől lett Izsák Izsák? Hogy őnek is ugyanazokat a kutakat ki kellett ásnia, ugyanazon a próbákon végig kellett mennie, ugyanazokon a küzdelemeken végig kellett mennie, mint az apjának. Mondják sokan, hogyha a gazdag, ember, a gazdag embernek nincs semmi gondja. Épp a napokban megdöbbentem rajta, ugye eljutott hozzám egy hír, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, a Bill Gates, elválik a feleségétől. Na akkor most ezt magyarázzuk meg jóléti oldalról, hogy mi okuk van elválni. Valószínű, hogy nincs olyan a földön, amit nem tudnának megvenni. Valószínű, hogy a Földet meg tudnák venni. Vagy legalábbis egy jó nagyobb. Szóval nem, ők nem egy ilyen 1200 négyszögöles telekért küzdenek egy életen át. Bármit. Bármit. Védettségben vannak. Jólétben vannak. Békességben vannak. A világ egyik leggazdagabb országában élnek. Elismertek, ismertek, híresek. Kamerák előtt vannak. Az egész világ ismeri a nevét. És mégis egyén életben nem lehet mondani, hogy boldog emberek. Irigyeik rengeteg van, még azt is fel tudták dolgozni. De egyszerűen, egyszerűen ezeket a lépcsőfokokat, hogy találkozás, a találkozás után az irigy ember ugye tipikus dolgokat csinál, alaptalanul kritizál, nincs alátámasztó, csak szeretném elmondani, hogy ma félnek az emberek kritizálni. Kritizálj, nincs gond, csak támaszd alá. Az alaptalan kritizálás életveszélyes. De az alátámasztott kritizálás, ma ezt próbálják összemosni. Akiket lebuktatnak valamin, azok próbálják alaptalannák tenni. Az alaptalan kritizálás, az veszélyes. De az alátámasztott kritizálás, az veszélyes. Ezért például valakiről beszélni a háta mögött, elég veszélyes úgy, hogy nincs ott. Hogy szólaljon meg, mert az ad neki alapot. Figyeljetek, mit mond a Biblia a kritizálással kapcsolatban, azt mondja, hogy hívj végre a másikat, és beszélj vele először négy szem közt. Csak bátorítanak benne, akarnak nektek, benne, hogy ez nagyobb hit kell, mint ahhoz, hogy a hátam mögött elmondj valamit. Ehhez kell a hit, hogy oda hívd, és azt mond neki, hogy figyelj, ez a problémám veled. Ehhez kell hit. Hát ezért beszél meg mindenki otthon szabadságharcs hősz. Otthon tele van Dózsa Györgyökkel, tele vannak az épületek. Mert ott mindenki... És ezért fontos, hogy ez így kell, hogy, így kell, hogy kezdődjön. Mindenkinek ellentmond, ellenkezik minden, mindig csak támadják, stb. Ez is az irigy embernek a tipikus esete, káromlással, káromkodással, válaszol, reagál. Tehát az irigység az nem egyenlő a józan kritikával. A kritika az helyes, ami valóságos tényekre épít, de az irigység az egy veszélyes dolog. Nézzétek meg, a második kihívás, amivel az ember az életében szembesülni fog, hogy irigyek lesznek rá, és ezt józanul kell feldolgozni. Ezt józanul kell feldolgozni. És a mai világ el van teljesen, ha egy pici dolgot elérsz, nézzétek meg a munkahelyeken. Egy, pici, egy picit jobban csinálsz valamit, mint a másik. Csak egy picit. Vagy egy picit igazságot akarsz képviselni. Ezzel nehéz lesz szembesülni, de szeretném elmondani, hogy ez lesz az alapja, hogy meg tudjuk őrizni a hitünket. Féljetek az irítséggel kapcsolatban, elolvassátok az igéket, hová vezet az irítség. Szóval nagyon, nagyon, nagyon messze viszi ez az embert. Ezért bizonyos embereknél lehet látni, hogy az erejük nem Istenben van, hanem az erejük az bizony a mellébeszélésben, az irítségben, a kritizálásban, ugye a Jakab apostól említi is ezt. Ugye az ige azt mondja, hogy különbségek vannak az elhívásban és a szolgálatban, de szeretném elmondani, hogy egység akkor lesz, és akkor tudunk túlmenni az életszakaszokon, ha próbálunk miben gondolkodni. Épp talán pár héttel vagy egy hete beszéltem a házasságról, hogy a házasságonak az a csődje, hogy mindenki az énben gondolkodik. Hogy meg kell tanulni, miben gondolkodni. Ami az azt jelenti, hogy lemondok Lemond. nagyon, nagyon szeretnék valamit megcsinálni, de ha másik más szeretne, akkor lemondok róla. Tudjátok, ez olyan szép lesz, mikor mind a két ember így gondolja. Nem tudunk miben gondolkodni. Mindig valaki valamiért ki akar emelkedni, hogy nem tudunk miben gondolkodni. A szolgálati ajándékoknál pont ez volt a probléma. A szolgálati ajándékoknak kéne a legalázatosabbnak lenniük. Miért? Mert a szolgálati ajándék megkapta azt a lehetőséget Istentől, hogy nagyon tudja építeni a mit. Nem az ént, meg nem a tet, hanem a mit nagyon tudja építeni. Nézzétek meg, mi lett belőle, éneket építettek a mi helyett. És ezért fontos dolog, hogy haladni akkor lehet, hogyha miket, haladni akkor lehet, hogyha miket építünk. Izsáknak az életében nagyon fontosak voltak a kutak, a feleségét egy kútnál találták. Rebekát nem a bevásárlóközpontban találták, hanem egy kútnál találták oda megy a szolga, figyeljetek, a kutaknál ott döltek el a dolgok. Most nem mondom, hogy ülj ki a gémes kuthoz, és várd az asszony, mert, mert, ez hogy ülj a csap elé otthon, a kád elé, és nézd a csapot. Megoldás, de nem hosszú távú. De a kutaknál eldölt. Nézzétek meg, Isáknak a kútnál találták a feleségét. Mit csinált a szolga? Leült és figyelte, hogy hogy viselkednek az emberek a kútnál hogy milyen a viszonyuk a vízhez, mit csinálnak, hogy csinálják, és innen, innen vonta le. A kút, a kút az ilyen szempontból, mert egy pár szó fogok még szólni, ugye a nomád állattenyésztésben egy nagyon fontos dolog volt, de szeretném elmondani, hogy azért volt fontos dolog, mert aki abban az időben kutatásot, az az övé volt. A tulajdonjog automatikusan az övé volt. Miért mondta Izsák? Hát azt mondja, ezt apám mást, ez az ényim ez a kút, tehát ez, mondta hogy nem a tiéd. Aki a kutatásta, ezért csak felhívom a figyelmeteket, mielőtt kutatásunk, hogy, mondod, most már ideje lenne, oda fogunk kérni, gyorsan kiássuk pillanatok alatt, majd meglátjátok. De azt kérdj meg, hogy senki más nem áshatja ki helyetted a kutat. Senki. Akármit ígér a gyülekezetbe, hogy majd ez lesz az ez, senki más nem áll, a te tulajdonod akkor lesz, ha te ásod ki én se tudom kiásni, senki nem tudja kiásni. Amassa, ezek a dolgok, hogy szia testvérem, imádkozol értem. Persze, hogy imádkozok érted, de nem tudok helyetted. Nagyon jó a kérés, érted, tudok. De helyetted nem. Helyetted nem. A kutadat neked kell megásni. Ábrahám mondhatta volna azt, hogy és a hagyatéki tárgyaláson a fiamra hagyom a kutat. Izsáknak mit kellett csinálni a kutakkal? Isten gondoskodott róla, őnek is ki kellett ásni egytől egyig azért lett tizsák. Ő nem Ábrahám miatt lett Izsák, az példa volt előtte, motiválta, hogy azért lett tizsák, mert kiásta a kutakat. Nem tudod, figyeljetek, ezzel altatja el a vallás a hívőket, hogy megcsináljuk helyetet, te csak gyere be, adakozzál, meg gyere el a programokra, meg amen, halleluja, majd mi kiássuk a kutat helyetted. Na hát kiásták. A sajátját. Nem kút, az már medence. De a tiedét nem tudja, és ha akarta volna, akkor se tudja, azt neked kell kiásni. Te fogsz érte -e izzadni, aki már ásott kutat, az tudja, hogy az egy nem egy egyszerű dolog. Az ásott kút, nem a furt, az ásott. Az egy meló. Ott nem jössz, de nem öltöny, mert meg smokingba ásod. Olyan retkes vagy, mikor onnan kijössz, és egy bizonytalan rádomolhat, amikor már felfedezték a betongyűrűket, már könnyebb volt a kutatás, mert amit kiástad, oda rengettek egy betongyűrűt. Aztán még egyet, de amíg nem volt, Addig ez egy nagyon rizikos dolog, és van, ahol mélyen van. Ezen a térségben, ahol például itt vizet keresnek, nem ott volt, hogy megkaparták a földet, és 30 centire volt a víz, hanem nem volt a, ki tudja, Kína alsón. És oda kellett leásni, ezért a te csak te tudod kiásni, senki más nem tudja kiásni, ezért az életszakaszok, a kutak, akkor van értelme, ha te ásod ki a saját kutadat, és mi ezt akartuk megsporolni az egyházba. Minél nagyobb ígéretet, az egyik azt mondta, meg lesz oldva, gyertek, üljetek be, adakozatok, meg lesz oldva minden. Majd mi ásunk. Félrevonulunk, kialakul a klérus, és akkor mi ásunk. Aztán most kiderül 30 év, hogy nem a térdét Ugye? Csalódás, de nem, ő Isten megmondta, hogy neked kell kiásni. Csak te közben, meg én is, meg még rajtunk kívül sokan, másnak a kutásását finanszíroztuk. Mint hogy ástunk volna, már most tudjátok, hol tartanánk? Zimbabwe alsón, ha a saját Csak most kell elkezdeni, most gyorsan ásót, most se az a megoldás, hogy akkor visszaveszem a másétól, mindegy, majd elszámol vele ő. Te, te most egyet tudsz csinálni, hogy ásó, kapa és ássad. Ással ami be kell hozni. Kell ásni az embernek a saját kutyát. Csak ugye 30-40 év után olyan nehéz, de hát én már olyan régóta az úrba vagyok, olyan kit érdekel, az ásót meg kell fogni és ásni kell, ez az egy megoldás lesz. Semmi más megoldás. Ezért mentünk mindig a következő gyülekezetbe, ott nagyobbat mondtak, ott rálicitáltak. először azt mondták, mindenki meg fog gazdagodni. A másik helyen azt mindenki meg fog gyógyulni. Ők zárták be először a gyülekezetet. Aztán majd mindenki fel fog támadni. Ez sem igaz. Csak jelzem. Mindenkinek üdvössége van. 15 évenben tellett, még elhittem azt, hogy nem csak az én gyülekezetemben van üdvössége. Úgy néztem az összes keresztényre, aki nem az én felekezetemben jár, hogy ezek betegek. Hát mi nem jönnek hozzánk? Hát mi nem írjuk ki az ajtóra, hogy nálunk van üdvösség? Ezt simán bekajáltam. De én teljes mértékben bekajáltam. Aztán utána rájöttem, mikor Isten megadta az ásot, beadta a kezembe, meg a furógépet, és akkor azt mondja, mondom, mi a feladatom? Ás. Én? 15 éves keresztényként? Ó, ha már vagyok valaki, akkor valakiként ás. A vége ugyanaz lett. Ásni kellett. Mert nem működik, nem működik másképp. És ezért ugye Izsák ezzel szembesül, hogy hiába a származása, hiába bármi, még nincs kút, de rájött arra, hogy, hogy ásnia, ásnia, kell, és ugye az ásást mindig nehezíti a dolgok, és különösen majd meglátjátok a igazi kutatásról, akkor az irítség nehezíti ezt a legjobban az Istenne való kapcsolattartást, az irítség. És a vallásos irítség szeretném elmondani, hogy az irítségnek a leggonoszabb formája. A vallásos irítség az egy olyan irítség, ami szinte szinte néha kibírhatatlan és feldolgozhatatlan. Nézzétek meg az irítség az inkvizícióban, meddig ment el. Olyan kegyetlenségeket a világ is csak nézett, hogy így meg lehet ölni egy embert, mi csak azt hittük, hogy föl lehet akasztani. Megmutatták a vallásos irítség, hogy hogy lehet megölni egy embert. Négy kút, Észek, Szitna, Rehobot és Sibák, ez a négy kút, ez négy életszakaszt jelöl és ugye a legvégén jutunk el az áldásnak a forrásáig, és ugye Ábrahám, Izsák életéből azt látjuk, hogy nem örökölhető, nem kikerülhető, nem lemásolható, hanem mindenkinek a saját életszakasz ugyanúgy végig kell menni ezen, tehát nem lehet örökíteni. Tudjátok, nagyon sokszor csak gondoljatok bele, szülők, hányszor képzeltük azt, hogy ha majd mi nagyon hiszünk, akkor a gyerekeink hinni fognak. Talán már így azért elmerjük is menni, hogy ez nem ettől függ, nem? Vagy még mindig kamuzunk magunknak? Most már nem kéne. <laughs> Ő ugyanúgy meg fogja ásni a saját kutyait. Ugyanúgy be fogják temetni a kutyait. Vagy lehet, hogy ugyanúgy nem akarja ásni a kutyait. Nem tudjuk. De nem helyettesíthető. Ez egy hamis elvárás volt. Tudjátok, mennyit terhet róvod ez az emberekre, hogy hogy te persze tudod vinni a gyerekvigyázóba a gyerekedet. Persze. De hová viszed 20 évesen? Melyik gyerekvigyázóba? meg kell mindenkinek ásni a, a, a saját kutyait, mert nem működik másképp. Jeremiás 2.13-ban van egy ige, azt mondja, hogy van repedezett kút, és a repedezett kúttal az a baj, tehát az még hagyjan, hogy meg kell a kútunkat, még az is fontos, akik kutat ásnak, már, azok tudják, hogy ott két dologra kell figyelni, hogy úgy kell megásni, és úgy kell elvégezni a munkát, úgy, hogy nem ne szökjön el belőle a víz. Ha elszakik belőle a víz, akkor hiába történt meg a kutásás. És a Jeremiás 2.13-at elolvassátok, Jeremiás egy nagyon jó igét mond. Kútfő az a Jézus Krisztus, ugye a jelképeket be lehet nagyon gyorsan, nagyon gyorsan azonosítani. Ugye 2. Péter levél ilyeneket mond a hívőkre, hogy víztelen kutak. Olvassátok el Péter 2. Péter 2.17, nemes egyszerűség, és azt mondja, hogy víztelen kutak. Az mit jelent, hogy nincs értelme, nem volt értelme a kútásásnak. Ma a legnagyobb probléma az ez, hogy a kutak kilettekás van nagyon sok helyen, de víztelenek. Illetve a másik szakasz pedig még kise lett ásva. Nagyon, a, nagyon, az elején, nagyon az elején vagyunk. Ábraham és Izsák kutyaira az volt a közös jellemző, amit már megnéztük, hogy ugye mindig irítséget váltott ki a, a, az emberekből, és ezért ugye, azt művelik, és ugye a kutásásnak ez a harmadik, hogy ugye megküzdesz az iritséggel, ha megküzdöttél az irítséggel, akkor jön a következő szakasz, hogy minden, amit elértél magadba, azt megpróbálják betemetni. Itt a nagy kérdés, hogy hogyan reagálunk a betemetésre. Valamikor készek vagyunk egy életen át harcolni az igazunkért, Nézzétek meg, hogy a betemetésre hogyan reagált Izsák. Arrébb mentés, ásott egy másikat. Mit nem szabadott neki abba hagynia? A kútnak az ásását nem szabadott abba hagynia. Csak ma a figyelmeteket, hogy az életszakaszainkat az is befolyásolja, hogy meddig vagy hajlandó egy helyzetben vitatkozni. Meddig vagy hajlandó egy helyzetben, nem ér egy percet sem egy olyan helyzet, ami a haragot, gyűlöletet szül. Inkább akkor jobban arrébb állni. Helyetek, Jézus nem azért mondta, hogy amikor, hogy amikor, kiküldte a tanítványokat, hogy hirdessék a, az Istenek az országát, hogyha nem fogadnak be benneteket, akkor verjetek le a port a lábatokról, mert akkor azokról lemondott. Hanem azért mondta, mert ha nem fogadnak be, akkor hajlamosak vagytok arra, és ott maradtok a faluba, és megalapítotok valami gyülekezetet, és életek végéig, életetek végéig, életetek végig veszekedni fogtok, hogy kinek volt igaza. Azt mondja, hogy ne, ne, ezt engedjétek el, akkor az túlmentati hatáskörötökön, menjetek tovább. És ezért ugye ez egy fontos kérdés, hogy, hogyha túlmegyünk ezeken a helyeken, és ugye Izsák, ha megnézitek, úgy lehet jól kutatásni, hogy nem veszekedett, nem harcolt a kutakért, hanem újatásott. Ugye a betemetett kút pedig, nézzétek meg, hogy a, a kútnak a betemetése, csak gondoljatok, hogy milyen egy halott cselekedet volt, hogy a filiszteusoknak ugyanúgy szükségük volt a vízre, és mégis betemették a kutat. Élő kutakat terem, temettek be. Az ezeknek a viszályoknak, ezeknek a veszekedéseknek semmi értelmük nincsen, arrébb kell állni, és az a baj, hogy a viszályoknál nagyon sokszor évekre, évtizedekre euh, abba hagyjuk a kutásást. És a feladatunk pedig a kútásás, nem az, hogy a kutunkért harcoljunk, vagy viaskodjunk hanem a kutásás egy fontos feladat. Ugye a feleségét egy kutnál találta, a Lakhajrói forrásnál elmélkedett, ugye Ábrám halála után a Lakhajról forrásnál laktak, tehát ahol víz van, ott volt élet, ugye a víz az az élet, tehát és az egészséges beszédet jelképezi a Bibliában. Itt nagyon feljúm a figyelmet az egészséges beszédre. Az egészséges beszéd az nem biztos, hogy neked tetszik. Az egészséges beszéd az nem biztos, hogy jó a füleidnek, ezt maga az igen megerősíti, azt mondja, hogy viszket a fülem néha. De az egészséges beszéddel egyetlen egy jó dolog van, hogy tiszta víz forrásból fakad. Ez egy nagyon fontos dolog az egészséges beszédnél az emberben, hogy egészséges beszédet kapjon. És egész, ezért száradtak ki ma a kutak, mert nem volt egészséges a beszéd. Ezért haltak éhen a keresztények, mert nem voltak egészséges beszédek. És imádkozzatok, hogy a környezetetekben és minél több helyen bátor egészséges beszédek hangozzanak el az Istennel kapcsolatban. Ezt nem egy és nem két ember fogja csinálni hanem ezt sokan fogják csinálni. Csak imádkozzatok és könyörögjetek, hogy legyenek kompromisszum nélküli egészséges beszédek. Mert az egészséges beszédhez kötődik a tiszta víz. Abba a pillanatban, hogy nincs egészséges beszéd, abba a pillanatban megszűnik a tiszta víz. Egy közösségben nem azért szűnik meg a tiszta víz, mert Isten koszosat akar adni, hanem azért, mert abban marad az egészséges beszéd. Abban maradnak az önkontrollok, az önkritikák, abban marad minden. Neki szabad akkor nekem is, és abban marad a tiszta víz, és abban a pillanatban, hogy abban marad a tiszta víz. Figyeljetek, Jézus föláll az ünnep negyedik napján, a zsidók halára bulizzák magukat az ünnepen. Mert egy kicsit vallásoskodtak, egy kis kézösszetevés, egy kis imádkozás, meg egy kis borjúvágás, minden belefért. És az ünnep utolsó napján föláll egy székre, és azt mondja, hogy aki szomjas, az jöjjön én hozzám, és igyék, és figyeljetek, mire hangsúlyozza, hogy mert nálam olyan víz fakad, amiben élet van. Ezért létkérdés, az igen mondja, hogy viszket, sokszor az embernek nagyon viszket, tehát a legrosszabb, amikor igazat mondanak neked. Hát annál szörnyűbb dolog nincsen, még ha a legközelebb állóbb mondja, a feleséged oda mondja, te vagy a nagy férjed, vagy a férfi, és a feleséged oda mondja neked az igazat, hogy az órod alá oda dögj, de teljes szeretettel. Hú, olyan nehéz kimondani, nem, hogy igazat van. Az ember képes még gondolkodni rajta, mert olyan, mert olyan nehéz a másiknak igazat adni. Olyan nehéz azt mondani, hogy igazad van, olyan nehéz odaállni és azt mondani, hogy bocsáss meg, igazad van. Ez a szó, hogy bocsáss meg, ez olyan, mintha kikerült volna ma a szótárokból. A megmagyarázás, figyeljetek, amikor bocsánatot azt hogy bocsánat kérek, de, akkor nem kérte bocsánatot. A bocsátkérés kérés után ez a szó, hogy de, ez nem jöhet. <laughs> Mert akkor nem kész bocsánat. Akkor megmagyarázod. Nincs de. Ha bocsánatot kértem, akkor bocsánatot kértem. És akkor vége, pont, leszártuk az ügyet. De szeretem hogy bocsás... sokszor, amikor bűnvallás hallgatok, hogy Uram, bocsáss meg ezt a bűnömet, ezt a bűnömet, de te is tudod, meg de. nem mit de? Istennek magyarázzuk a bizonyítványt, érde? Meg akarjuk neki magyar, Hát mit magyar? Nincs de. Bocsáss meg, kész. egy nincs de. Hát nekem mi a fontos? Ha az a fontos, hogy megbocsásson, akkor nincs de. Ha az a fontos, hogy neked legyen igazad, akkor van de. Akkor van de. És ugye ez kellett ez, ez kellett, ez, és ezért mondja Isten, hogy, hogy a víz hiánya egyenlő volt a halállal. Nem volt öntözés, nem volt itaz, itatás, ugye ezért mondja, hogy az igazakból mit fakadnak, élő vizek, kutfejei fakadnak belőlük. Ezért ilyen kovászos uborka ma az arcunk. Mert nem élő vizek folyamai fakadnak belőlünk, mert elvesztettük, Porszárazak a kutyaink. És ezt nem lehet ugye, hogy uram, Tölts a kutat. Hát a halára van repedezve a kutat, Istennek eszágában is tele tölteni. Azt mondja, hogy figyelj, még azt sem mondja, hogy foltozd be. Még azt sem mondja, hogy gletteld be. Drive it, háló, ragasztó, glett, semmit nem mond. Mit mond? Ássál új kutat. Ezért ne foltozd, toldozd, annyi drive it, hálót meg ragasztót elhasználtunk már a kutunkra. Itt egy hullám, ott betör, ott elfolyik, nem kell. Új kutat kellett Ásni. És ez egy nagyon fontos dolog volt. Mi az akadálya a kutásásnak, 2. Timóteus 3.2. Az én az akadálya a kutásásnak. Hát én már nem mások. Hát 40 évet beletettem ebbe az Istenbe. Ássa ő! Én vagyok a lelkész, ássa te! Belefáradtam, nem mások! Rengetegen vannak ma így, de értsetek meg, semmi más nem, mert egyszerűen Jézus ma Isten élő víznek nevezi magát. Tehát ugye az élő víz hiányzik. Figyeljetek, a szamári asszonynál tudjátok, hol találkozott? Érdekes ez a példa, gondolkodjatok el rajta, a Jákob kutyánál. Mi volt abban a Jákob kutyával? Ugye ez a jelképe volt az emberi erőből ásott kutnak. És ott a Jákob kutyánál azt mondja az asszonynak, hogy én más vizet adok neked. Az asszony nem értesz, hogy milyen vizet itt ülünk a Jákob kutyánál. A Jákobnál, Jézus, Jákobnál! Te földid, te kutyát kölkel. Azt mondja, Jézus, én nem erről a vízről beszélek. Egész más vízről beszélek. Hogy beszélgetett a szamáriai asszonynal, Ketten voltak. A többiek hová mentek? Elugrottak be a teszkóba. Miért? Hát kézzétek, ott mind a tizenkettő elmondta volna a véleményét. Az első mit mondott volna? Jézus, gyere félre, gyere, akarok valamit mondani. Gyere. Csak jelzem, szamáriai, csak jelzem. Nem, nem, nem azért, hogy bármi kötet, tudom, hogy Isten fél vagy, de jelzem szamáriai. Nem szokás ez nálunk, Jézus. Milyen dolog ez? Még egyet jelzek, asszony. Sőt, parázna. Hú, Jézus azt mondja, menjetek ti a tesco akciós a tök, vásároljatok. Én meg addig meg tudom beszélni a szamáriai asszonyjal, hogy mi az az élő víz. És ez egy fontos dolog volt, a, fontos, fontos dolog volt, az élő víz. Ugye a kutaknak ugye, általános jellemzői, hogy, hogy különböző életszakaszok vannak, amíg eljutsz az ígéretig, és ugye amikor a jelenések könyvéről mindig elakadok egy-egy résznél, de, de a jelenések könyvénél nagyon érdekes, hogy mi, a, mi, az üzenete a gyülekezetnek, mindegyik üzenetnek, mindegyik gyülekezetnek, mindegyik típusnak, mi az üzenete Jézusnak, aki győz. Aki győz. Nem az, hogy mikor lesz, meg neked van igazad, holnap lesz, tegnap volt, hanem aki győz. Aki mindvégig kitart, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Ezért ugye eh, ahhoz, hogy eljussunk eddig a pontig, és a jelenések könyve pont ezt mutatja meg, hogy aki győz, az mit nyer, ezt mutatja meg a lehető legnagyobb részletességgel. Ugye a kutakról azt tudtuk, hogy különböző életszakaszokat jelölnek, majd mindjárt megmondom, hogy melyikeket, vagy megmutatom, vagy tanácsolom, hogy fontoljátok meg. Az ásás folyamatos volt, a kiinduló pont az nem változott, az Isten ismer, az első szeretet, ugye nem véletlenül az első gyülekezetnek alig mond, alig mond bántást, nagyon dicsér, az efézusi gyülekezeteket a jelenések könyvébe, de egyet mond neki egy bajt, hogy megrepedezett a kutad, az első szeretetet elhagytad. És elfordultál az első szeretettől Ugye ezért ugye a kiinduló pontot megbeszéltük, az észak szitnak út, az azt jelenti, ugye a neve, viszály, vita, vádlás, károsztatás, nagyon sok minden, de részletesen rengeteg mindent jelent, de inkább viszály, vita, ez azt jelenti, hogy amikor találkoztál Jézus Krisztussal, akkor az első életszakaszod az, hogy belekerülsz a legnagyobb vitákba és viszályokba. Van egy pici kis időszak, de ha, ha őszintén találkoztatok Jézussal, utána olyan, mintha a világ ellenet fordult volna. A saját szüleid, akár a legközelebb álló rokonaid, a, le, a, barátaidat, lehet, hogy azonnal elveszted. Tehát ha tényleges találkozás történt, ha, ha, ilyen megtérés, meg megtérésgetés, meg ilyenek történtek, akkor lehet, hogy marad minden a régibe. De ha van egy találkozás, akkor az első az, hogy elveszted, szinte magányos maradsz, mint Izsák. Teljes mértékben kimegy alólad, minden másképp működik, nem értik meg az emberek. Szóval figyeljetek, édesanyám, akit nagyon szeretek, szinte letérdett elém, és azt mondta, hogy mikor emlékszem, amikor tényleg Istennel találkoztam, azt mondta nekem, hogy fiam, miért nem vagy te olyan, mint a többi normális korodbeli? És ott nem arra gondolt, amire, amire most te, hanem arra, hogy miért nem megyek én azokra a helyekre, ahová normálisak. Egészen más, a legközelebb állóbb embereket elveszted magadtól. Mert az Istennel való találkozás az egy, az egy ilyen történet. És ugye miért kell, miért, miért jönnek ezek a próbák, miért vannak ezek, hogy szinte mindenki kicseréléd körülötted, vagy elveszted, körül, elveszted, Azért, mert ebben a kútban, ugye amikor találkoztál Istennel, amikor elkapott az irítség, és azon is túlmentél, te magad is, meg amit feléd ment, az első dolog, amit el kell veszteni ahhoz, hogy tudjál haladni a keskeny úton, a testi erődet és az akaratodat. Azt mondja az Isten igéje, hogy ha ha kiüresedtél teljesen, már nincsenek saját ambícióid, akaratod, akkor tudlak én használni. Mindig szokták mondani nekem testvérek, hogy jaj, Zoltán, olyan gyenge vagyok, annyira gyenge vagyok, na mondom, dicsőség az Istennek, akkor most legalább tud az Isten veled valamit kezdeni. Azt mondja, amikor azt mondod, hogy gyenge vagyok, na akkor, akkor tudok én elindulni. És ezért ez egy fontos dolog, a próbák, ezért jönnek, és ezt ez nem tudod kikerülni, és minél jobban tiltakozunk a próbák ellen, annál lassabban haladunk tovább, vagy egyáltalán nem haladunk tovább, mert egyszerűen ott kell hagyni, el kell veszteni a testi erőt, el kell veszteni az akaratot, el kell veszteni a magunkba bízás, Jakab egy, 2, 4, pontosan ezt írja. Jakab, ezt nagyon jól tudja. És ha sokáig ö, ö, azért kell vigyázni, mert ugye az ember például azért kell elveszteni a saját akaratomat, mindent, azt mondja, egy élet többé nem én. Olyan szépen ismerjük ezeket a az igéket, nem? Olyan jó megvallani, nem? Hogy élek többé, csak csinálni borzalmasan nehéz. Inkább hangyát szednél reggeltől estig, de ezt ne kéne, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De ez ezt mondja szó szerint, hogy élek többé nem én. De ezt el kell veszteni, el kell jutni ide, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ábrahámnak megjelenik Isten, Ábrahám a kor akkori legmenőbb New Yorkjában lakik. Professzionális körülmények között a legfejlettebb technológiával volt wifi, mindenbe volt kötve. És azt mondja neki az Isten, hogy innen gyere ki. Mondja Ábrahám, hogy hova? Azt mondja az Isten, hogy oda le délre. Hova? A pusztába? A pusztába. Ábrahám engedelmeskedett. Figyeljetek, eltelik pár év, azt mondja Lótnak, hová akarsz menni? Nekem mindegy, hogy hová megyek. Hová akarsz menni? Mondd meg, menj oda, hová akarsz. Hogy ez a változás megén, ez mit kellett Ábrámnak csinálni? El kellett veszítenie saját magát. Amikor ugye mindig szoktam mondani, hogy a házasság egy halállal kezdődik. Mindegyik meghal magának. Így kezdődik. Egy vállással kezdődik. Elhagyja apját és anyját. És lesznek ketten egy testé. Ez nem azt jelenti, mint ahogy lefordították, hogy soha többet nem látogatom meg a szüleimet, mert ki van a kereszt a falon. Hanem ez azt jelenti, hogy így tudok egyé lenni a másikkal, hogy el tudom saját magamat hagyni. Mindig a második házasság, ugye, mindig azt hiszik, hogy a második házasság könnyebb. Tudom, ez a szó a keresztények, mikor erről beszélek, hogy második házasság, akkor mindenki fölkapja a fejét. Miért nincs ilyen? Van. A második házasság miért nehezebb? Mert sokkal erősebb az én. Ott már sokkal jobban tudom, hogy mit akarok. Már sokkal erősebb. Ott már, ott már nehezebb elhagyni. Két, 20 évesnek még könnyű elhagyni magát, mert hát öö, elhagyom, tetszik is, jó is, ott hagyom én magamat, meg nincs is mit ott hagyni, mert még kise alakultam. De 50 évesen elhagyni magamat, és megtörni azt a rendet, hogy már pedig én háromtól négyig kávézok, és nem kutyát sétáltatok, a másik meg kutyát akar sétáltatni, és utálja a kávét, na ebből legyen egység. Hát valakinek le kell mondani valamiről, vagy a kutyát kell eladni. Valami változás muszáj létrehozni. De ez hogy működik? Lemond az egyik a, a, a dolgáról. És ezért ugye végigmész megpróbáltatásokon, és ugye azért kell vigyázni, azt látom, hogy ma nagyon veszélyes, mert ugye az irítséggel és sok minden akit sokáig üldöztek, ott nagyon kell vigyázni, hogy nehogy üldözővé váljon. Ez egy szörnyű tapasztalat. Ha sokáig üldözött voltál, hajszálom múlik, hogy észre se veszed, és üldözővé válsz. Üldözöttből üldöző az a legrosszabb dolog, amikor az ember üldözötté, vagy üldözőből, üldözöttből, üldözötté. Tudjátok, az üldözöttből, amikor valaki üldözővé válik, kegyetlenebb lesz, mint az üldözője volt. Kegyetlenebb lesz, mint, a, mint az, üldözője, mint az üldözője volt. És ezért ugye a lákhajról kapcsolatba kerülsz Istennel, meg kell ismerni, hagyod, hogy változtasson, alakítson, elmélyüljön vele a kapcsolatot. Ha ez felületes, vagy más lesz a cél, vagy más lesz a, a személy, aki a központba kerül, akkor az ember nem tud megismerkedni Istennel, így leszünk vallásosak, hogy nem az Isten a cél, hanem valami más lesz a cél. Nagyon sokan azért járnak közösségbe, hogy legyen közösség. Egyházba Istenhez akkor érdemes menni, ha az Isten a cél. Nincs más, nem a cél, hanem a cél. Nincs más értelme. Ezért, ezért, amikor az ember, az ember azon gondolkodik, hogy menjen-e alkalomra, vagy nem menjen alkalomra, vagy menjen-e közösségbe, vagy nem menjen, ezért Isten közösségi lénynek teremtett bennünket. Az, hogy mi ezt fölturboztuk, ugye azért lettek több ezer, meg több tízezer fős gyülekezetek, mert ott a személy lényegtelenné vált. Istennél soha nem vált lényegtelen a személy, ott nem kellett a személlyel foglalkozni. Ott egy tömeg, tömeget kellett kezelni. Ezért mondta Isten, hogy az igazi közösség az, amikor ketten, vagy hárman. Miért? Mert ott a kettő-három az átlátja egymást. Ha kettes-hármas közösségekbe szocializálódunk, akkor te mindegy, hogy mit kamuzol. Meg én. Átlátnak. Otthon tök mindegy. Itt én el tudom mondani, hogy olyan nagyszerű férj vagyok, az Erikának olyan szerencséje van, azért, azért ez a lottó hatos, ez azért nem semmi. És te azt mondod, hogy tényleg ez az Zoli, ez tényleg igen, itt aranyos, beszél, tényleg ez jó férj lehet. De ki tudja megmondani, hogy ide hívom a gyerekeimet, meg ez, és akkor majd megmondják. Igen, rendes apa, de. És akkor onnantól kezdve már te úgyis a dere leszel kíváncsi, és rájössz, hogy hazudtam neked. Szóval ezért jók ezek a közösségek, és ezért ne adjátok föl ezeket a közösségeket, hanem inkább ebbe, mert ez segít ásni. Ez segít ásni. Nem véletlenül a legfontosabb, ugye a feleséged előtt, vagy a férjed előtt egy nyitott könyv kell, hogy legyél. Annak hiába mondod, az rád néz, ugye 50 év házasság után mit csinálnak? Győzködik egy, így ránéznek egymást, és papa ne is mond. Ne, ne kövess el bűnt hazudnál, ha ezt kimondanád. <laughs> ez beléd lát. És ezért kell ez. Ez egy fontos dolog, hogy ez megtörténjen, a, megtörténjen az életünkben, az Isten való kapcsolattartás. A vád, vita, ellenségeskedés, veszekedés, viszály, ez, ez, az életünknek a következő szakasza, amikor az emberi és a testi erő a szellemivel kerül összeütközésbe. Testvéreim, ma a kereszténységnek a 99%-a ennél a kútnál szobrozik amikor a testi erő összeütközésbe kerül a szellemi erővel. Erre ad megoldást a szuperszellemiség, amikor ne, nem is leszel már ember, mintha nem lenne lelked. A szuperszellemiek ugyanolyan veszélyesek, mint a vallásosak, mert a szuperszellemi az mit mond? Nincs lelked. Ne érez, higgyél! Hát mi az, hogy nem jár? Hát mit kapcsoljak le magamba? Ha utállak, nem tudom lekap, nem téged, bocs, csak úgy most a nagyvilágba. Hát ha ezt érzem, hogy akkor hogy kapcsolja, segíts! Segíts! Pál így könyörgött, azt mondja, hogy dúl bennem az egyik erő, és dúl bennem a másik erő. Azt mondja, hogy könyörgöm, kicsoda! Szabadíthat ettől az érzéstől. Csak ugye mi az egyik megoldás? Én soha nem utálok, ez, tudjátok, ez a fehér fog, nagyon szeretlek el. Annyira szeretlek el, hát, hát mondani. Hát hogy tudnálak, szeretlek, persze, de ugye pontosan ez a szeretetnek a lényege, hogy az embernek meg kell tanulni az agapé szeretetet, mert az agapé szeretet azért a legjobb, mert ha megismerlek, és én agapé szeretettel szeretek, akkor tök mindegy, hogy mit ismerek meg belőled. Akkor is szeretni foglak. Ha csak a lelkemmel szeretlek, ahogy megismerlek, úgy megutállak másnap, hogy le a Mert az emberi szeretet erre képes. Ha az érdekei azt kívánják, tud egy élet. Ha jó feleséget, egész életen át lehet szeretni, nem? A jó férjet is lehet egészen szeretni. Na de a hülét? Kitartóan lehet? De az már egy más típusú szeretet, arra az ember nem képes. Ahhoz kicsoda szabadíthat meg engem ettől az érzéstől. És ezért ezen keresztül kell menni, ezt mi meg akarjuk spórolni. Egyből látom, hogy megtérnek az emberek, és erre tanítjuk őket a gyülekezetekben, hogy áldjon meg az Úr de a képmutatást az első héten megtanítjuk. Pedig olyannak kéne hagyni őket, romlottaknak, az, hogy ki jöjjön, ami, aminek ki kell jönnie. Hadd jöjjön ki, csak ugye nem, nem lenne jó, nem tenne jót a presztízsnek. Hát mi vagyunk a gyülekezet. Ha hogy nézne ez ki? Nem értették, hogy Jézus miért megy be paráznákhoz, vámszedőköz? Miért érezte magát Jézusot jobban? Hát mert amit kimondtak, ott az volt. Ja, hogy néha rossz volt, nehéz volt, de az volt. Nem kellett megfejteni. Hát milyen borzalmas, akkor beszélsz egy ember, és édes Isten, hogy ez mire gondol? Vagy hogy neked úgy kell beszélni. Voltál már ilyen helyzetben, hogy úgy kell beszélni, hogy nem mondhatod ki. Ugye sokszor engem mondják, hogy miért mondom ki. Egyszerűen, mert ezt tesz szabad, de hogy mondjam? Nem tudom magamba szorítani. Hát ha egyszerűen, egyszerűen nem normális, hogy, hogy mit tudom én egy, most mit mondjak példát. Hogy egy gázszerelő ilyen gyorsan gazdagodik, akkor ezt ki kell mondani. Nem azért nincs bajom, adja Isten, hogy, ne, hogy semmi bajom, nem ismerem az embert, csak akkor mit mondjak helyette? Az úr áldjon meg benneteket, gázszerelő tanfolyam indul jövő hét, mit mondjak? Mi van a lelkedbe? Muszáj, muszáj, hogy kimond, muszáj, hogy kitegyed, még akkor is, ha rosszat mondasz. Jézus nem azért, nem azt mondta Péternek, hogy soha többet nem fogsz rosszat mondani, hanem csak azt mondta, hogy ez, amit mondtál, ez rossz volt és ez segítsen téged ahhoz hozzá ez a tapasztalat, hogy ebbe az irányba ne menj el. De nem azt mondta, hogy vége, Péter, mínusz egy apostol, kész vége, halálnak, halálával, pusztulsz el, de ide nagyon gyorsan. Hát épp ezt mondta a tanítványok, azt hogy egy kicsi rosszat tettek, nem fogadták be őket valahova egy városba. Azt mondják, hogy nem lehetne, hogy tüzet hozunk le. Persze kéne a segítséget, de mondjuk, ha beszállsz a buliba, a tüzes szakkörbe, akkor egyszerűen lehoznánk egy kis tüzet. És Jézus mit mondott neki? De jó gyerekek, már olyan régóta csélek, hanem azt, hogy fogalmatok sincs, hogy mi van bennetek. Fogalmatok sincs, hogy milyen indulat és mi van mi van bennetek, és mi van a, a, a szívetekbe. Ezért ezen a szakaszon, ez az éjszak szitna, itt mindegy, mit csinált Izsák, vádolták, vita volt, ellenségeskedés volt, mert az emberi testi erő ütközik a szellemivel, és jönnek az emberi ötletek, jönnek az emberi elképzelések, hány ilyen, csak egy picit ülj le, és ezért kell visszamenned a belső szobádba, ülj le, vegyél magad elő egy tükröt, és nézd meg, hogy hány ötleted volt, amit az úrnak tulajdonítottál. Az úrtól volt? Necces. Hány ilyenje volt az embernek? És ezt kell legyőzni, ezt az emberi ötletelést az Istennel. Hányszor hallottam, hogy ezt mondja az Úr? Ezért ez óriási veszély, testvéreim. Ez az ezt mondja a mai proféták. Csak majd, majd, majd a, a, az Izrael története, oda jutunk, egyáltalán még arról is kéne beszélni, hogy ma mit jelent hogy proféta, mert Malakiással az Istentől rendelt proféták azok úgy lezáródtak csak már majd egyszer, egyszer, egyszer lehet beszélni, de mint, mint, mint proféta, mint intézmény az lezárult, mint ajándék az lehetséges, szolgálati ajándék, de mint intézmény az teljesen lezárult, tehát ugye ez, amikor ilyen proféta egyesületeket hoznak létre Sámuel mintájára, ezek azért, ezek azért de az azt mondja az úr, kimondani ez nagyon-nagyon veszélyes. Ez nagyon-nagyon veszélyes. Mert nem biztos, hogy az Úr mondja ahhoz, nekünk tényleg együtt kell, együtt kell vele járja. És ugye a vallás pont ezt, ezt, ezt hogy nem történik az énnek a megölése, nem történik meg az a szakasz, amikor egyszerűen a testi erőt, az emberi erőt félreteszem. Figyeljetek, a végén ezeknek a nagy embereknek, mint Mózesnek már annyi erejük nem volt, sajátjuk, hogy tiltakozzanak, és azt mondják, hogy de miért nem megyek be én az ígéret földjére. Isten, most szerinted ez igazságos, hogy én a Mózes nem megyek be? Ennyire ők nem volt, ennyire föladták magukat. De sere, itt, 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 itt vagyunk, és itt toporzékolunk nagyon sokan ennél a pontnál. Ez egy óriási küzdelem. És ettől ne várj, ez nem ilyen gyaloggalop lesz. Itt nap mint nap föl kell adnod magadat, nap mint nap gyakorolni kell ezt újra és újra, újra és újra, mert egyszerűen, ha ezen nem megyünk túl, nem fogjuk tudni a következő kutat, ugye, ami a rehóbót, a tágas teret kiásni, azért nem fogjuk tudni, mert egyszerűen ma a lelkesedés nagyon jó, a, a, az ugribugri nagyon jó, minden nagyon jó, de egyszerűen a lelkesedés az olyan, hogy az önmagában nem tartja meg az embert. Ugye a napokban gondolkodtam el a, a dicséreten, a dicsőítésen, hogy mindig volt egy olyan időszak, hogy aztán megyünk ebédelni, mindig volt egy olyan időszak, hogy, hogy ugye ilyen monumentális dicséretek alakultak ki. Hatalmas színpad, rengeteg zenész, és, és, és a napokban mutatta meg Isten, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon érdekes dolog a dicséret, és sokat beszélgetek mostanában másokkal erről, hogy nagyon figyelni kell, mert amikor énekelsz, dicséred az Urat, maga az ének, az éneklés, az érzelmeidet nagyon, nagyon meg tudja ragadni. Bármilyen, egy, egy világi dal, ha Celine Dion meghalod énekelni, maga, tehát egy, egy, nem egy, bocsánat, de nem egy ilyen érzéketlen ember, egy lélező ember, me, megérzi a zenében a szépet. Viszont szeretném elmondani, hogy a lelkünk, az Isten a lelkünkön túl akar hatolni. Tehát ez egy fontos dolog, hogy nagyon sokszor azért csalódunk évek után, mert egy érzelem volt az Isten volt lelkesedés, és volt egy érzelem. Ez, ugye a gyülekezetekbe kiszolgáltak szép dalokkal, szép mondatokkal, de az Isten nem egy érzelem, nem egy érzés, hanem ennél jóval mélyebb. Jóval mélyebb. Az, hogy vele tudjál járni, azt tudja, hogy azt tud neki mondani, hogy ha ben vagy a tüzes kemencében, hogy akkor is te vagy az Isten, ez nem egy érzelem. Aki csak az érzelmeig engedi le az Istent, az a tüzes kemencébe elkezd sipákolni. És ezért, ezért figyeltek, ezek erre a koreográfiára épültek föl. Ezek a közösségek, hogy a, a nagyzenek a, a látványra miért, mert az érzelmeidre akarnak hatni. De szeretném elmondani, hogy ez egy csapda, mert az érzelmeid nem egyenlőek az Istennel. Az Isten nem a, az érzéseid, az a lelked területe. Az Isten az szellem. És azt mondja, hogy hogy lehet imádni szellemben és igazságban. Nem lélekben, meg nem. Azt mondja, figyeljetek, ilyen durva dolgokat mond, hogy test és lélek nem használ de van, meg kell vele élnünk itt, de nem elég ide leengedni. És a kereszténység eddig jutott el, és ez már egy jó állapot volt, de nem engedtük tovább, hanem az érzéseinkig engedtük. Ezért ugye, hogy fie, van egy csodálatos dicséret, négy dal, csodálatos levesz a lábadról, sír, zokog, stb. stb. Két nap múlva nem is emlékszel. De ha lehatol az Isten szava a szíved mélyére, egy életen át emlékszel, a mai napig emlékszel, ha volt az Istentől, lehet, hogy egy öt másodperces érintésed, lehet, hogy egy, egy, egy pici a mai napig emlékszel rá. Hány jó dicséretem vagy Isten tiszteletem vettél és Sokon. Elfelejted De amikor lehatol az Isten oda mélyre, az egy más, az egy más történet, és az egy más műfaj. És ezért kellenek ezek a viszályok, hogy ne egy érzés legyen, mert a vádba, a vitába, az ellenségeskedésbe, a veszekedésbe pont azt győzzük le, hogy az emberi, a testi erő a szellemivel van, van ütköztetve, és az Isten azt figyeli, hogy ki tudsz-e tartani. Figyeljetek, nem árulj zsákba macskát, aki kitart mindvégig. Van, akinek messzebb kell menni. Vertem a falat, Kilenc hónapig az Isten, hogy miért kellett engem, és ezzel bezárjuk ezt a szakaszt, menjünk ebédelni, hogy miért kellett, miért kellett. Miért nem értettem, hogy miért, miért kellett nekem börtönbe menjek. Tényleg nem értettem. Csináltam hülyeségeket, tényleg a, a, a gyülekezeti az építkezésének kapcsolatban volt benne csalás, könyve, tehát voltak ilyenek, de nem az a horderejű, ami miatt mondjuk az embert bevarják három-négy évre. Ha nem azt lehetett volna mondani, hogy na, amíg élsz, fizetsz, vagy bármi, de nem az, hogy most ez, ez, ez egy, ilyen, egy ilyen négy éves börtönbüntetés. És egyszerűen, egyszerűen kilenc hónap után kellett rájöjjek, hogy engem csak így tudott Isten megállítani. Tehát ennél kisebb fokozat nem álltam volna meg. Ezért ne a próbát ne máshoz mérjed, hanem neked van egy egyedi. És hiszen addig el fog menni, amíg azt tudod mondani, és nagyon érdekes, hogy a, ugye már többször elmeséltem, hogy fenn ott hagytak börtön, nem szokták az embert ott hagyni a, egyedül. Hanem ha ebéd van, akkor ebéd van, és kész. És ott maradtam az ágyom. És, és azt mondtam az Istennek, hogy mit akarsz tőlem, Isten? Az Isten azt mondta, hogy mindenkinek, aki abban részt vett, hogy te ide jutottál, bocsáss meg. Az első reakció. Na, addig állj egy lába semmi művészet, hogy jaj Istenem, köszönöm Uram, semmi. Őszintén. És ezért jó az őszinteség sokszor, mert becsapott saját magadat is, hogyha a képmutatóskod. Figyeljetek, mit mond a képmutatással az ige. Mindenek előtt a képmutatástól szabaduljatok meg. Mindenek előtt, mindenek előtt. Még a sokszor emlegetett paráznaság előtt is. Ezzel nem istenítem a paráznaságot, csak mindenek előtt, az azt jelenti, hogy mindenek előtt és azt mondja, az Isten, hogy bocsáss meg. És volt egy, nekem úgy tűnt, mintha órákat tusáztunk volna, de mondtam az Istennek, hogy nem. És hoztam az érveket, és igaz érveket hoztam az Istennek. Tehát tényleg igaz érveket. És azt mondja, az Isten, hogy akkor is bocsáss meg. És egy ilyen, talán egy ilyen negyed órás, hát nem tartott, nem érzi, nem éttermi ebédek vannak ott, szerintem negyed óra alatt lezavartuk az egészet. Mire, mire a többiek jöttek, úgy éreztem, mintha órák lettek volna, de Emlékszem, hogy két, ha beleégett a nem csak az elmém, a szívembe az a két mondat, és szó szerint tudom nektek idézni, hogy ki tudtam mondani életemben először, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. És ez nem valami alázatoskodás volt, hanem az ember föl tudta adni a saját akaratát. És tudjátok, ezen a ponton értettem meg, hogy nekem az Észek és a Szitna kutamból, én itt kerültem ki. És nagyon érdekes, hogy a következő út, amivel ebéd után folytatjuk, az a Tágastér. Köszi. az a tág csak idő. A Tágastér, de a térre csak úgy tudtam őt és Tudjátok, milyen érdekes volt, hogy a börtönbe jutottam. A tágastérre. Onnantól kezdve nekem a börtön nem volt börtön, hanem szabadság volt. Mert meg kellett történni, egy dolognak kellett megtörténni, hogy azt tudjam mondani az Istennek, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. És ezen keresztül kell menni, és figyeljetek, itt ragadunk el a legtöbben, mert azért csak nekem, azért nem, csak most, magad, csak most magadra gondolj, már felejts el engem. Azért, azért de hát nekem van igazam. De hát ez, ez, ez nem igaz. De hát ez, ez, ez nem jól mondja, szóval, hogy, hogy milyen nehéz ezt feladni. És ezért vagyunk egy beszükült téren, nem tudunk tovább lépni, nem tudjuk ezt kimondani. Nézzétek meg, van akiről már nagy ember, de már országvilág előtt mindent bebizonyítanak, és sok van ilyen most, ne csak egyre, kettőre gondoljatok, rengeteg van ilyen ma. És még mindig nem tudják kimondani azt, hogy igazatok van, hibáztam. Ebbe ezt nagyon mélyen kell megtörjön az embernek. És ezért nem tudunk tovább haladni, az Istenre nem tudunk tovább járni, ha ezen a ponton, ezen a ponton nem lépünk túl. És Izsáknak ezen kellett túllépni. Ez az első két kút az életbe, amikor, a, amikor, ez, amikor ezen túl kell menni az embernek. Ez egy olyan az hogy figyeljetek, itt időzünk a legtöbben, nem, ezen nem tudunk túlmenni, nem tudunk továbbásni. Nem lesz tágas kér. Hányszor megvannottuk, hogy az Úr majd ad nekünk tágas teret. Nem fogadni tágas teret, amíg az ember nem tud nemet mondani a saját ötleteire, a saját egórára, a saját érzéseire. És ez nem azt jelenti, hogy egy kiüresített, érzéketlen valakivé válasz, vász. Csak amikor jönnek az érzéseid, és jön az Isten szava, akkor tudsz az Isten mellett dönteni. Nincs rá észérv. Erre nem lehet. Tehát én nem értettem, mai napig nincs rá észérv, hogy, hogy ezt miért nem tudta az Isten másképp megcsinálni. Hát ő az Isten, miért kellett engem egy börtön ágynak a felső szintjén ezt megmondani? Miért nem lehetett ezt megmondani valahol a tüzes kemencében, vagy valahol a szabad világba. És ezért ne bánt, hogyha mélyre enged az Isten. Ha mélyre enged, azért enged mélyre, mert nagyon szeret. Mert valami olyan úgy meg akar rázni, hogy te benned ez, benned ez megtörténjen, ez a, ez a változás. És innen Fogjuk ö, folytatni, még egy pár szót majd ebéd után mondok róla, és akkor ö, igyekszem már gyorsan befejezni majd ezeket a kutakat, és akkor a legvégén kérdések, ö, ö, válaszokkal. De ezt nagyon fontos belátni, hogy itt ennél a pontnál, amikor az emberi erő kerül szembe, a szellemi erővel, az Isten erejével, testvéreim, semmi esélyünk nincsen. Húzhatjuk az időt, de az emberi erőnknek semmi esélye nincsen. Figyeljetek, nem erővel, és nem hatalommal működik, működünk, hanem azt mondja Isten, hanem az én szellemem által tudok működni. Az ebéd mellett majd ezt azért emészétek, mert csak tanácsként mondom, hogy az ember, a kereszténység 99%-a ennél a pontnál van elakadva. Nem véletlenül Pál nem azt mondja, hogy az utolsó időben ez meg az, ezt mit mond? Azt mondja, hogy a legnagyobb problémátok saját magatok lesznek. Lesznek az emberek önmagukat szeret a pénzsóvárgás is az önmagam szeretetéből indul. Az az első. És ha ezen túl megyünk, akkor jön a tágas tér, és ha a tágas téren túl megyünk, akkor lesz a negyedik út, a sibák, az eskü kutya, ami teljesen összevág a jelenése könyvében való elpecsételéssel, amikor már Isten átveszi az irányítást az életünk fölött. Tudjátok milyen csodálatos, hogy az a város, amelyik erről a kutról kapta a nevét a Berseva, ez a mai napig változatlan névvel látogatható. Ez, hogy Isten meghagyta ezt a várost? Ez a város ez idősebb Jeruzsálemnél. Sokkal idősebb Jeruzsálemnél ez a város. És ezért ez egy fontos dolog ezen, ezen ekkel, és ezért nem tudtuk, ezt nem tudtuk megérteni, nagyon sok esetben küzdöttünk ezzel, hogy, és mai napig ez a legnagyobb küzdelem, hogy föl hogy amikor neked van igazad, akkor tudod-e azt mondani, hogy szeretlek, menjünk tovább. Amúgy különben a házasoknak ezért jó, mert kaptunk erre ezért gyakorló teret. hagyatok hálát a házasságért. Nem véletlenül az ördög ezt támadja a legjobban. Figyeljetek, mit mond a szolgáló? Azt mondja, hogy ha a házasságodban nem tudsz megfelelni, akkor eszedben ne jusson kiállni emberek elé. Figyeljetek, ehhez köti. Nem anyagiakhoz, nem pénzhez köti. Azt mondja, hogy a házanépével kapcsolatban mit csinál. Ha a házanépével kapcsolatban helyt áll, akkor helyt fog tudni állni máshol is.